Amúgy lehet így az eső lágy hangja hallatszik a háttérben, mert épp szakad. Sziasztok, Matilda vagyok, és mielőtt belekezdenék ebbe a videóba, lenne néhány közérdekű közleményem. Első, ugye most szeptember van és megkezdett az iskola, úgyhogy nem vagyok teljesen biztos benne, hogy tartani tudom azt, hogy szerdán és szombaton lesz mindig videó, majd lehet, hogy a napok átcsúsznak másra, úgyhogy ez majd még most szeptemberben remélhetőleg kialakul, úgyhogy lehet, hogy nem mindig ugyanakkor lesz videó. Másik dolog, kommentek között sokszor szoktatok kérdezni, ami teljesen jó, de arra gondoltam, hogy ne így elszorva minden videó alatt különböző kérdések legyenek, hanem akkor, hogyha gondoljátok, akkor ez alá, a videó alá írjatok kérdéseket, amit csak szeretnétek, és hogyha összegyűl annyi kérdés, akkor csinálnék róla egy ilyen kérdezfelelek videót. És a videó keretében válaszolnám meg a kérdéseiteket, és akkor nem így a kommentekben válaszolgatnék egyesével, mert ugye ott lehet, hogy nem látja valaki, és akkor újra megkérdezi. Szóval erre gondoltam, hogy esetleg csinálnék egy kérdezfelelek videót, ha gondoljátok. És a harmadik dolog pedig az lenne, hogy nagy örömömre sikerül majd idén, október elején eljutnom a londoni Harry Potter stúdióba, és ennek örömére szeretném azt csinálni, hogy most szeptemberben, ugye heti két videóm van általában, és akkor szeptemberben minden héten lenne egy Harry Potteres témájú videóm, amíg nem megyek a stúdióba, hogy ráhangolódjak és felé legyen a Harry Potter fanénám, úgyhogy ez a videó is Harry Potteres videó lesz, mégpedig, hát aki igazi Harry Potter fan, az ismeri a Pottermore nevezetű honlapot, és ezen a honlapon vannak tesztek, amik alapján besorolhatod magad a Roxfortos házadba, az amerikai varázslóiskolás házadba, aminek nem tudom egyébként kimondani a nevét. Van egy teszt arra, hogy kiválasz, hogy milyen pálcád van, és hogy mi a patronusod, és én ebben a videóban most meg szeretném csinálni, mert egyébként van Pottermore-om, de most újra meg szeretném csinálni ezt a tesztet, mégpedig az, hogy melyik Roxfortos házba tartozom, és hogy milyen a pálcám. Egyébként a Pottermore angolul van, úgyhogy ez angol a teszt is, szóval nem garantálom, hogy én itt most fordítani fogom a kamerának. Hát... Ó, ez könnyű. Erdő vagy folyó? Erdő. Milyen állatot hoznék? Jézusom, mennyi van? Na, hol van a hóbagoly? Megvan, megtaláltam a hóbagyot. Hóbagoly. Oké. Milyen erőm lenne? Én szeretnék állatokkal beszélgetni. Melyik út? Ez jó lesz. Ki szeretnék lenni? Na, milyen szeretnék? Ez. Amúgy elméletileg hugrabugos vagyok. Úgyhogy valószínűleg az fog kijönni, mert soha nem jöttem ki másban. Hangszer. Hát zongora egyértelműen. Hogyan emlékezzenek rám a történelemben? Én voltam a bölcs, a jó, a hatalmas, vagy a vakmerő. Hát, vakmerő nem vagyok. Ez jó lesz. Bal vagy jobb? Hát, legyen jobb. Hát, hatalmas meglepetés, vajon melyik házba tartozom? Ugrabug! Yay! Meg is lepődtem volna, más jön ki. Akkor megint beigazolódott, hogy ugrabugosnak születtem. Az a legjobb ház. Bárki bármit állíthat. Igen. És akkor most elmegyek Ollivanderhez, és megnézem, milyen pálca választ ki engem. Nya. Jaj, ez olvasós. Hogy írnám le magam? Hát szerintem közepes magasságom van, vagy hát normális magasságom van. A szemem igazából nem is barna, és nem is zöld, hanem ez a Hazelnek nevezett szemem van, ami magyarra fordítva magyaró barna, de igazából ez jelenti azt, hogy belül barna és kívül zöld, mert ilyen színű a szemem. Páratlan napon születtem, az... Igen, pont. Mit tartok a legjobb képességemnek? Az optimizmusomat, azt. Legyen a képzelet erőm, mert az elég élénk. Merre megyek tovább? Tengerhez, erdőbe, ka
kastélyhoz. Nem lehet négy három fele szakadnom? A kastélyhoz megyek. Mitől félek a legjobban? Tűz, sötétség, egyedüllét, kis helyek, magassága, húha, hát sötétség. Mit választok? Legyen a tőr. Galagonya pálcám lett, 12,5 hüvelykes, sárkányszínvizum húr maggal, és rugalmas. Hát igen! Ha gondoljátok, akkor írjátok meg kommentben, hogy ti melyik házba tartoztok, és megnézhetjük, hogy melyik házból vagyunk a legtöbben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!